Szega! Itt vagyunk, folytatjuk a Sonic végigjátszásokat. Oké, ez a zene! Tyú, milyen zene van itt? Ez a Sonic 3 főcímdal! Úgy felhájpolt engem, de itt meg akkor... most már van akkor... lehetőség választani itt akkor mentést. Lehet télszel menni Sonickal, meg kettejükkel. Mondom, hogy menjünk úgy, mint ahogy mentünk a Sonic 2-ben, így együtt, és így is fejeződött be a Sonic 2, hogy akkor elkapta Sonicot Tails, és akkor Super Sonicként volt a teljes befejezés, és a Sonic 3-ba Knuckles érkezik, kiütötte a szuperformából, és elvitte akkor a Chaos Emeraldokat, és kezdődik a játék, let's go, ez igen! Akkor nézzük, mi újság télszel, itt vagyunk, jó, ez az ugrás. Hoppá, várjál, csak láttad ezt a ütést, vagy mi az? Tehát ott fent lehet egy ilyen csapást csinálni, aztán a felfelé tartom, akkor az nem, lefelé tartom, ez még rendben van, akkor küldjük neki, kapjuk el Knuckles, tehát mi az, hogy elvette tőlünk akkor az emeraldokat, erről nem volt szó, az a rinocéros tüskés rino, azzal vigyázzunk, ugyanúgy itt vannak a, meg a leesések, hopp. Jó, vigyázz a Maki, nézd csak azt a Maki, hová várja, ezt tűsük, vagy mi? Várjál. Nézem, oké. Szóval a nagy gyűrűk akkor itt lesznek? Mármint, hogy elrejtve és nem a pálya végén? Szerezzük meg a kék gömböket. Jó, akkor jövök itt egyet, itt váltok. Várjál, de még ott volt. Akkor, ezt elrontottam, várjál. Itt le, balra, vagy... akkor ott úgy jó, hogyha körbe szedem. Megyünk itt a kék gömbök. Vissza! Nem siker? Na, még egyszer nyomjuk végig akkor. Tehát itt egy kört alkotunk, és akkor az gyűrűké alakul. Itt van egy négyes. Váltok. Jó, az megvan. Hol volt itt még, ahol kellett egy vonalba menni? Itt így. Jó, váltás. Nem igaz! Egyre gyorsabban megy, erről nem volt szó. Hát ez így nem... Hát ez így nem oké, hogy egyre gyorsabban megy, így egyre nehezebb lesz akkor ezt irányítani, és akkor megszerezni a kékeket. Még 35 van, de nem áll. Még 20, szerintem ez az utolsó 20, nem, még ott mellette még lesz. 4 darab kell még akkor, ezt a 4-et, gyerünk, let's go! Na, 0-0. Jó, és akkor itt van a Chaos Emerald, akkor így kell visszaszerezgetni őket. Szuper, jó, de akkor... Na, az oké. Angel Island Zone 1-es, jó, tehát akkor ezen szerintem könnyítettek, mert hát valójában az, hogy 50 gyűrűt megtartsunk a pálya végére, az szerintem nehezebb volt. Én legalábbis úgy gondolom. Várjál, azaz tényleg, jó kis kapaszkodó van ott. Itt pedig akkor egy ilyen hurok. Hát 50-et megszerezni az nem volt szerintem túl egyszerű, vagy megszerezni talán egyszerű volt, de... megtartani, na az, ami nem volt egyszerű, tehát arra jobban kellett figyelni, de egész jó. Itt még bent is lehetett látni dolgok. Hoppá, itt mi túl? Tails? Jó. Hopp. Mi ez, ki ez? Már is egy boss? Ez mi van itt? Ez mi volt? Ez most miért csinálta? Le kellett volna győznem? Itt, hát most nincs 50 gyűrűm, de nem tudom, hogy lenne utána ott fent valami. Hát ez komoly, ez érdekes volt, hogy így ezt megváltoztatta. Ez megint olyan Sonic Seed is, hogy kellett volna valamit tenni, és akkor nem jön ez az ellenfél, hogy... Hát nem tudom, de azt tudom, hogy ilyen kapaszkodó pörgőzés, ugrunk. Hoppá, várjál, ez itt a villám. A villám az mit ad? Egy ilyen energia... Ja, bevonza... Ez király. Vagy dupla ugrás volt az előbb? Igen, dupla ugrás, hát erre nem számítottam annyira igazából, de jó, felőlem jöhet akkor. Opá, várjál, ez köbdös, jó, ott legyezik, tűz, mi van itt, ezzel is dupla? Nem, figyelj, milyen komoly ez az ilyen tűztámadás, de jó. Na jó, gyere, most akkor támadjunk rá egyből, támadok rá még egyszer. Hány támadás kell neki, nézd meg! Jó, annyi elég volt neki, éppen még egy kellett neki. Legyőztük, és itt a pálya vége, 40 gyűrűvel. Nem baj, ez szép menet volt, itt is egy miniboss. De várjál, innen folytatódik egyből, kiírta az előbb Angels 2. Hát ez nagyon jó! Egyből folytatódik ugyanonnan,
Ez tetszik, habár az nem tetszik, hogy ó, itt meg még egy ilyen. Ó, ez egyből. Szerezzek meg kék golyókat megint, tehát akkor most még a színezetben más egy kicsit. Kár, hogy nem sikerült úgy teljesítenem azt az első Angel Island-eset, hogy meg lett volna úgy szépen zöldem, mert úgy nagyon tetszett az a kialakítása annak a területnek. Szép zöld, de én azért szeretem a növényzetet túrázgatni. De akkor hát ez így sikerült. Nem tudom, hogyha ott hamarabb le tudtam volna győzni azt a minibosst, vagy hogyan nevezhetném esetleg azt a tankot, vagy milyen ellenfél volt, lehet azt hamarabb is le lehetett volna győzni. Minden esetre a célom akkor megint, már is egyből egy újabb Chaos Emeraldot lehetne itt akkor a másodikon megszerezni. Hát meglátjuk, én minden esetre most itt megyek egy kör. Jó, 40 darab kellene még, ott arra nem látok, ebbe az irányba talán még lehet. Még 16, az pedig szerintem itt lesz ez az utolsó 16, csak tényleg egyre gyorsabb, de ezzel megvolt. És akkor most ez a kérdés, tehát ez volt a második. Az Angel Island első pályáján találtam egy gyűrűt, aztán itt megint. Már megvan kettő, összesen én úgy tudom van 6-7, vagy azt hiszem a Master Emeralddal, vagy hogy is. Na mindegy, ez Act 2, tehát ez a második pálya. És megmaradt ugyanúgy a Power Up, tehát ez a tüzes támadás ugyanúgy megmaradt, úgyhogy ennek elég örülök. Ez, hoppá, ott mit mutatsz? Télsz, oda ütközlek neki? Ott nincs semmi. De azért köszi a tippet, Télsz itt van, ez jó, Sonic CD-be kicsit hiányzott, hogy ott úgy nem volt ott. Itt mit vettem fel? Itt is egy valamilyen Power Up, ez csak egy sima shield. Vagy mindjárt megnézzük, hogy mit lehet csinálni a levegőbe, ha meg... úgy lefelé egy olyan... Hát érdekes... azt elveszítettem, én itt be akartam pörögni, erre meg rosszul csináltam sajnos. Na semmi gond, amire jobban kell figyelni az, hogy a környezettel ne legyen gond. De várjál, ott van egy ilyen kő, ezt szerintem össze lehet úgy törni. Jó, egy ilyen levágó víz alatti esetleg, itt kilőhet a magasba. Jobb szélre kell tovább haladni. Jó, hopp, ez milyen nyomógomb. A vizet lentebb engedi? Wow, micsoda interakció van, nem azért, de itt akkor ilyen kis puzzle, akkor ebbe az irányba mehetünk tovább. Aztán lök vissza, természetes módon. Itt van a checkpoint, jó. Szóval úgy, az ott hát érdekes kis platform. Hogyha ki van alakítva, akkor lehet menni rajta, de úgy átforog, ami hát úgy kellemetlen lehet. Na, menjünk gyorsan itt a víz alatt, tehát jó, még egyszer föl, így rendben vagyunk. Ez csak egy... Ne figyeld, bubis! A bubis shield! Kapaszkodjunk meg, aztán ide tovább, az leesik mi? Jaja. Na várjál, az egy kellemetlen ellenfél. Vagy lehet akkor ezt használni kell, ezt a támadó ütést? Várj, ezt megpróbálom egy ütéssel. Ja, azzal kell, tehát akkor ezért van ez a dash, vagy milyen spin képesség ott fenn, mert látod, ez a sima ugrás. De egyébként meg lehet úgy szinte egy ilyen pörgés a levegőbe. Na várjál, itt ez a platform, aha, az eltűnik. Jó, akkor gyertek elő, hadd menjek magasabb szintre. Jó, pattogtat föl, de ott van egy Rhino. Akkor oda, innen itt van valami, jó. Pont megfordult és eltalált. Lehet itt balra felé kell elindulni, hadd nézzem. Ó, pont eltűnik, persze, menjek le teljesen. Köszi szépen. Ó, még egy? Várjál, egy pályán belül akkor van több is, és akkor mi van, hogyha most, tehát mégis a... Na, értitek, hogy mit akarok mondani, megint kapok olyan Chaos Emerald? Na, erre kíváncsi vagyok akkor, hogy mit kapok ezért. Bele kellett jönni, az igaz, de hozzá kell szokni ez az irányításhoz, és utána már elég jól megy, én úgy érzem. Jó, sikerült újra, és akkor megkapunk megint egyet, de akkor... Milyen hamar össze lehetne már gyűjteni, nem? Tehát mondjuk lehet az első pályán is voltak még olyan nagy gyűrűk, és akkor az egy ilyen bónusz pályára visz el. De akkor még... Tyú! Akkor úgy gondolom elég hamar el lehet jutni akkor a Supersonic fázisra megint. Ez érdekes. Hát én nem néztem ilyen útmutatót, mert azt mondom, hogy hát első végigjátszás, amikor megtalálom, akkor jó, ha nem találom, akkor így jártam, tehát nincs belőle semmi gond. De attól mindig megnéztem és belefoglaltam azokba a teljes végigjátszásos videókba, hogy akkor végül is most milyen lenne az eredeti, a készítők által jó befejezésnek ítélt, tehát ha mindent megszerzünk dolog, az hogy néz neki, tehát azt attól én még kíváncsian tekintettem meg, és foglaltam bele a videó végére, tehát azt most is meg fogom tenni, de lehetséges. Most meg már a sima befejezést akarom majd megnézni, hogy milyen az alapbefejezés, még nem?
Mert hát, hogyha sikerül most megszerezni, mert nem azért, de így könnyebb. Tehát, hogyha el van rejtve egy gyűrű, szerintem könnyebb megtalálni az ilyen gyűrűt, mint hogy az 50 darab gyűrűvel végigmenni. Mert azért először nem nagyon tudom, hogy merre vannak a... hogy merre vannak az akadályok, meg a csapdák, és akkor elveszítem a gyűrűket. Vagy a hátrébb jövök. Túl sokat mentem hátrébb, kellett volna annyit. Megyek tovább. Ez lehet sebezni a felugrok? Nem úgy tűnik. De, ezt a szigetet tönkre vágja. Hát mi van itt? Ez biztos Dr. Robotnik, az Eggman mindjárt érkezik, nem? Vagy ki... Aha! Ott nénűzik már! Ki a rendőrség? Mi van veled? Mi ez? Itt van, figyeld, milyen támadás. Elégeti a hidat, akkor mi csak itt maradhatunk. Jó, mehetünk tovább. Hol támad, mit csinál? Hoppá! Alul egy támadás, megint. Ott van hátul, gyerünk. Előbukkan, egy támadás, még egy. Várjál, ott küldi lefelé, aztán oldalra is, vagy nem? Jó. Ja, itt van. Nem jön, várjál, egy gyűrűt kérek vissza. Jó, támadjuk, gyerünk, télsz, te is nyomhatod. Jó, oké, itt még egy. Vigyázz, jó, szép volt, szétszettük, és leesett. Úgyhogy befejeztük az egész franchise-t, mert most már nincs tovább az Eggman, mert leesett. Na, itt vannak újra a kis állatok, úgy látom a kis csibék, kis madarak. Jó, akkor megvan a második pálya. Az elsőn is volt egy miniboss, a másodikon Eggman, és akkor megyünk tovább. Oda felugr... Mi? Knuckles? Ott röhög Knuckles, megnyomja a gombot, mi meg leesünk, és a Hydro City Zone! Nem igaz! Ez milyen jó sztori vezetés már, hát ez nagyon tetszik, ahogy így megy. Egyik pályáról a másikra, egyből, szépen tovább haladva, ez nagyon tetszik. Ez nekem nagyon tetszik, ez jó, ezt én... Wow, vissza le a víz alá megint. Nézzük meg, ott van akkor a sebezhetetlen zsépír. Ez a főszintdal, de milyen gyorsan. Na, az komoly! Ez a zene is, hogy bepördül. Jól hangzik amúgy, nekem nagyon tetszik. Csak egy a baj, hogy a Bubi hol van? Hol a Bubi? Ajaj, most itt a buborékos, ez megvéd akkor? Igaz? Jó, tehát ebben van buborék. Jó kis új power-up-ok is vannak, ez nekem nagyon tetszik, ami itt folyik. Nekem ez tetszik. Jó, azért odaföl, ne menjünk annyira, jó. Tehát itt azt átugrom, és akkor utána... lövöldöz! Júj, ne lövöldözzél, hanem hagyjál békén. Itt lehet egy buborékot szerezni, hogyha nincs meg ez a kis segítség, ez a monitoros. Várj, egy fentebb. Indulás. Wow, Hydro City. Na lássuk, hogy mennyivel lett ez jobb a Hydro City, mert a vízes pályák, így a víz alattiak nem mindig a kedvencek nekem, de ez eddig egész jónak tűnik, mert látjátok, itt a hurkok újra előkerültek. Aha, itt ez nem volt elég gyors, úgyhogy Tails már mutatja is. Menjünk is úgy, gyerünk Tails, nyomjad föl, visszaküldene, és akkor így megyünk ebbe az irányba. Ez a Chemical Plant Zone jutott eszembe, az volt még ilyesmi, oda-vissza pattogtatott. A vízen tudsz adni! Ez jó volt, ez tetszett, oké. Na innen fentebb esetleg nem, itt jobb szélen platform. Következő platformot figyelném, de nem vettem észre. Talán itt jobb lentre, erre akar volna? Hát nem tudom, azt tudom, hogy menjünk akkor tovább. Ott volt egy checkpoint. Vissza megnézném, hogy akkor a checkpoint fölött van-e bónusz vagy valami. Hát nézzem, mert volt a Sonic 2-ben azt hiszem, de... Most nincsen, oké? Tehát akkor az 50 gyűrűnél a checkpoint fölött, a Star Power fölött nincsen semmi olyan, amit így aktiválni lehetne. De hogy ez hogy egybe van vezetve így a pálya, ez eddig nagyon viszi. Tényleg a Sonic 1-ről a 2-re nagy előrelépés, jó előrehaladás. Sonic 2-ről a Sonic CD az egy másik megközelítés, de az is egy kreatív ötlet szerintem. Az tetszett, amit ott műveltek a játékkal. Egyébként meg akkor onnan a Sonic 2-ről is, vagy a CD-ről ez a 3, megint egy szuper ötlet, nagyon király lett szerintem. Ott van nekünk egy olyan nyomógomb, amit aktiváltunk. Jó, mire felszámol visszafelé? Télsz meg fog fulladni, vagy mi van ott a visszaszámlálással? Ne csináld nekem, Télsz, hogy... Ne, gyere ide, buborék, itt a Bubi! Én nem akarom, hogy be... Wow, meghalt, Télsz, vagy az most hogy van? Ja, ott van. Jó. Innen pattogok fentebb, kapaszkodok, várjál, ez innen volt a legjobb. Tehát pattogok föl, oda kapaszkodás, és akkor innen, átugrok, vagy, nem sikerült. Itt van egy rejtek?
Jó, köszi, jöhet ez is. Jó, fel tudtam ugorni, és akkor innen pattogjunk. Hoppá! Jó, lökél fentet. És akkor itt meg jobbra ebbe az irányba, nem? Így föl ezen. Aha. Új, állj, állj, ott most csillogott. Ott most. De lezárt! Nem igaz, pedig úgy láttam, hogy most az a Star Post az csillogott fölötte. Hát akkor az így sike. Ajaj. Mi ez? Egy újabb miniboss. Akkor ez így lesz. Egyes pálya miniboss, kettes pálya pedig Eggman boss. Ez nagyon király. Ez is tetszett a Sonic 2-ben, hogy most már csak két pálya van, és akkor utána van a... Ajaj, mit csinál velem? Jól megpörget, nem tudok innen kiszabadulni valahogy, de hogy nem? Jó, akkor gyerünk támadj. Elveszítettem azt a kis buborékot, sajnos, mert át kellett volna ugorni, nem jó így. Jó, neki ugrottam és összetört, még egyszer neki kellett ugorni és ennyi. Itt a pálya vége, egy tízes... Jó, vagy mi volt az a tízes? Elugrott a pálya vége? Tehát végigmentem az első pályán, és közben a háttérből betölti a következőt, és jön a Act 2. Hát ezt nem hiszem el. És akkor megy tovább a játék. Nagyon jó, ez nagyon jó. Erre balra semmi. Akkor megyünk jobbra, így áttörjük a dolgokat. Szép, ott a checkpointot azt elértik, vagy nem? Wow, várjál, innen hadd menjek fel, Tehát akkor itt is lőjük ki magunkat, jó, itt is lőjük ki magunkat, aztán itt meg nyomjuk neki rendesen. Visszalök, akkor ez nem jó, gyerünk, itt le kell esni. Nem igaz, és itt tovább, na itt vége, nem hiszem el. Jó, túl jutottam, itt megint pörgőzni kell, gyerünk, indítsuk el, jó. Gyerünk itt, menj, nem, de tovább, még tovább, itt van egy olyan szuróka, még tovább, gyerünk, még, jó, eddig tartott, fú, ez komoly volt, Sonic. Na de a lényeg, hogy sikerült teljesíteni, amit teljesíteni kellett, itt pedig nyomhatjuk még tovább a kis csúszda, wow, hoppá, ez a kéz itt micsoda, ez itt mi, megfog engem, bepődít, aztán mehetünk. Jó, elfogadom ezt is, jó lesz. Hoppá, mik ezek a cápa támadások, cápa torpedók. Figyelj, ott is milyen ellenfél. Jó, nézd neki, mehetünk, egy hurok, aztán tovább a csúszdán. Így, mi, végig, figyeld ez a gyorsaság. Szép. Na csak ez el ne küldjön minket, ott azt legyőzzük. Az összenyom itt valami, nem? Vagy mi volt az a kis platform? Ja nem, ez visz felfelé. Újabb haladás föl, ahogy így fújtatás van. Jó, oda, na várja. Akkor fújjál tovább. Jó, de ne annyira, jaj, ott volt a szúróka is, úgyhogy vigyázni kell vele. Na ebbe az irányba gyerünk. Szép, csúszd a végig a vízen, még egy hurok. Mekkora ez a pálya? Figyeld, azt se tudni, hogy merre megyünk és hogyan. De szerintem a cél felé mehetünk, mert itt újabb lezárt falak vannak, és mögöttem is bezáródott egyébként, az látszódott. Jó, következő hurokkal balra kellett volna menni. Jó, feljutottam erre a... Ez mi ez akar? Mi akar ez itt lenni? Ja, azt hittem, az csak egy megfog úgy minket, hogyha feljutunk, de semmi extra. Oké, és ott is ott volt az ellenfél. Megjött valami, az mondja a 113, össze fog nyomni? Ja nem. Azt hittem már olyan összenyomó dolog van itt, de szerencsére még kedves a játék itt a játéknak az elején. Majd kiderül a végére mi lesz. Sok mindent nem kell csinálni egyébként, mert úgy megyünk magunktól aztán kész. Néha vannak azok a cápatorpedók, amikre jobban vigyázni kell. De egyébként egész laza ez a pálya. Itt felugrok erre, jó, itt a következő, hoppá. Felugrok az oszlopra, és akkor az oszlopról tovább arra, aha, hogy ne szúrjon meg az a csapda. Jó, ho, elindíthatsz nyugodtan, gyere, indíts el, úgy. Hogy nem mondod, hogy ez is ilyen végtelen, mint volt az egyik, ilyen végtelen, de nem, itt vannak gyűrűk, tehát ez nem a végtelen. Ott mi volt? Jó, itt a víz alatt ilyesmi nem nagyon volt, de szerintem akkor ez jelenti, hogy jó irányba haladok. Ha ide föl, oké, és hát itt szerintem jobbra, itt megint a lezárta. Oké, és megint lezárva. Ott mi van ott? Mi az a kicsit? Ja, ez a Knuckles-nek a az az ilyen Knuckles-ös zene, vagy nem tudom, főcímdal, vagy minek nevezhetném. Mindig, amikor jön Knuckles, akkor az szólal meg úgy, és a víz. Ajajaj, na itt van már a komám, hadd nézzem csak, gyere elé, aztán hadd egy támadás, kettő, azaz tész, küldje neki! Hú, de jó volt, az mondjuk nem, hogy beleestem ebbe a víz örvénybe, és még egyszer,
leveszi az életem, most már nincs is nálam gyűrű, nem is érek el odáig, hogy támadjak, pedig ott vagyok és ütöm és vágom, de nem elég, sajnos nem. Jó, ott az jó volt, ott felküldtem úgy magam. Tehát az egyik olyan vízörvényről felugrottam, és akkor úgy elértem, tehát éppen annyi kellett, és akkor kiszabadítottam így a nyulakat, meg a fókákat. Vége a második pályának itt a Hydro Citybe, és figyeld, menni fog tovább. Minek nyilgöz le ez ennyire, hogy így az egyik pályából megyünk a másodikba? Föl túr minket, Marble Garden Zone, na lássuk. Oké, hát a játék elején elég sok olyan, vagy hát viszonylag sok szerintem, lehet, hogy még többet lehetett volna, de három darab olyan Chaos Emeraldot sikerült megszerezni. Hát azóta nem nagyon, szóval nem tudom, mi lesz itt, vagy hogy lesz itt, mit csinálok, vagy hogy csinálom, de azt tudom, hogy ezt ki kellene kerülni. Ó, pont a felugrásra. Jó, szép, ügyes volt. Ez nem volt ugye össze... Hát de! Tehát akkor ezt legyőzzük, vele egyet úgy, ott elkezdi túrni, fúrni, és utána jönnek le ezek a platformok. Jó, itt van két irányba is lehet menni, jobbra meg fölfelé. Na nézzünk jobbra, mi a... Ho, mi a helyzet, a futóhomok a helyzet. És az micsoda? Egy olyan szurókás ellenfél, hát ennyi bizony a szuróka. Az mi az a kicsi kék? Ha-ho, te mi vagy ott? Már minden ellenfél nekem, minden, úgyhogy figyellek nagyon. Ez fentebb visz, vagy ez hogy van, ez mi újság? Ho, oké. Ez most nem én irányítom, ez így indult el, vagy nekem kellene itt még tovább, le kell ugorni valahol, vagy én megyek, itt ez felpördít, oké, köszi, és akkor most felvisz idáig, talán a föntebb visz, azaz, vigyél, aha, jó, hoppá, azért annyira nem, ebbe az, hogy lehet lentebb, jó, ebbe, ho, vigyázz. De ez milyen érdekes az irányítású kis platform, mi ez? Ho, ezt meg kellett így pörgetni. Ezt meg lehetett pörgedni, és akkor utána kijöttek ezek a platform. Jó, felugrottam akkor itt. Figyeld ezeket a wumpa fákat. Oké, Sonic, jól van. Újabb pörgőkék, ezzel újabb magaslati szintre, csak el ne küldjék, mint télszt. Egy jól elküld, teszem. Ó, ne már! Itt van megint egy ilyen, akkor ez a pepper. Ja. Oké, tehát akkor ezt hozza létre. Akkor most már annak is tudom a célját, hogy mi a szerepe a játékba. Ott mellette kell úgy pörögni, és akkor az előhoz valamilyen platformot. Eddig legalábbis ezt tapasztaltam. Jó, de mindenképp van funkciója, amit észre is vettem, hogy na, az véletlenül csak nincs ott, de akkor most már tudom is. Itt van még egy ilyen kis platform, na akkor, hogy hova tűntél? Hát hello. Hát akkor mindegy, megyek nélküled, akkor így kilövöm magam, ameddig tudok, aztán úgy megyek. Jaj, vigyázz. Jó, behaladtam. Hoppá, bizony. Ez a dupla ugrásos, mi figyeld? Aha, ez a dupla ugrás, ez nagyon király. Ho, vissza a checkpontom, hogy az a... Hát azt elnéztem akkor. Nem baj, megyünk itt egy kört. Wow. Biztos balra, nem a... Hát jó, balra, akkor balra, nézzük meg arra, mi a helyzet. Csak vigyázz, de... nem már is elveszítettem. Még azt, hogy a... Itt lefelé mutatott a nyíl, úgyhogy jól van, csak jó irányba jövök, és akkor itt lefelé megnyitottam. Erre le, ott úgy nem tudok menni, de ott is vigyázunk, hogy le ne szóljon. De! Ott akkor itt leesik elvileg valahol. Jó, ott leesett. Az a köpős. Nem igaz, hogy ott ide az a fej. Én csak a szemébe néztem, de a szájába kellett volna nézni, mert ide köp, nézd meg. És itt akkor most mit csinálja veled? Hát hogy győzzem? Jó, sikerült legyőzni egy gyűrűt azért jutalomként, vagy valamit azért egy jutalomként. Hogy van a jutal... De nem! Na, átugrottam ezt. Jó, aztán itt... Szépen. Várjál, de ez beleforgat a tüskép. Hát nem forgat bele, de abba az irányba vezetne. Hát ez a Marble, az összes Marble nevű világ azért ilyen Marble-ös, ezt már így ismerem, ez tényleg olyan, hogy hú, hát igen, nem is mondok rá már semmit, olyat nem szabad, jó, ez ide felhozom, állj, ugorj le, júj, ott volt a tüske, azért ugortam le gyorsan, na várja még egyszer, akkor ezt nem lehetne kiütni? Halló, hát ezt nem lehet kiütni? Akkor itt ide a másik irányba kell elugorni, vagy hogy gondolta a játék? Mit csináljak most már? Hát akkor jövök ebbe az irányba, nézzük meg itt. Ó, de ott is szuróka van. Akkor, de ez így,
vagy tovább kell menni ezzel itt valahol, hadd nézzem. Ott a szúrós, vele, itt. Ja, ezzel lehet széttörni! Aha, jó, akkor jó tudni, na engedjük lentebb. Aztán indulj föl ide keresztül. Ezt is szét kell vele ütni? Hát nekem kell másik, én el vagyok ezzel. Gyerünk, engedj le, aztán... Ja, hogy le kell szállni. Hát, hogy le kell szállni, szerintem az lesz itt a megoldás. Jó, itt van egy villám. Ezt a villámot hova használjam? Ez a dupla ugrás, itt esetleg... Hova? Ne csináld játék! Itt akkor csak ide be kellett volna hozni azt a platformot, mert nem tudom, hogy akkor itt most mi újság van megint. Lehet, hogy akkor ezzel kell... Ez vissza kilökött és ide lefelé, hogy a... Hova? Ja, balra felé mutatott legalább. Jó, most lefelé esek, vagy fentebb maradjak. De már vagy 7 perce itt vagyok a pályán. Mi van itt? Ez nagyon összezavaró. Azt sem tudom, mi újság. Megint mutatott egy jobbra nyilat, és most legalább ennyit látok, hogy egy új checkpoint volt. Legalább az új checkpoint, és akkor csak eljutottam ide akkor a végére, vagy hát... Hogy itt van a... hogy itt van a boss. Gyerünk, ti ezt küldheted. Még egy menet. Várjál, vigyázz, ne essen rád a szuróka. Tehát a többi törmelék az leesik, csak az a szurós nem. Jó, meg is van a legyőzés, ezzel pedig akkor... Wow, ezzel lehet így... Jó, most veszem észre, lehet így patogtatni. És akkor innen folytatódik az Act 2. Nyomjuk neki, ez igen. Oké, pördőzünk, és akkor jobbra tovább. Mi ez ott? Mit? Kit kell felhúzni? Vagy jót fogja, télsz? Akkor kilövöm magam rendesen, és akkor tovább, vagy nem? Vagy ebbe az irányba, vagy onnan át? Hát ér, ó, lövöldözős! Nem igaz, hogy nem elég, hogy a szúrókára figyelni kell, de most már arra is, hogy mellette se állj, mert már lövöldözni is tud. Wow. Már is itt a boss, tehát mi van? Erről nem volt szó, hogy már egyből érkezik Eggman, de hát jöjjön a... Vagy csak az a bemutatkozása volt, vagy mi van? Na még egyszer, gyerünk, induljunk fel. Ebbe az irányba jobbra. Hova? Hova küldözget lefelé? Mi van itt? Érdekes volt ez a dolog, de várjál, ezzel induljunk el, nem? Vagy... Úgy. Oké. Ebbe az irányba... Várjál. Így is jó, várjál erre rá. Vigyázz, mert ebbe mindig bele, hogy az a... Ezt még nem nagyon tanultam ki, hogy kell kikerülni, de... Hoppá! Jó, de azt tudom, azt már kitanultam, hogy ezt be kell valahogy... Mondom, be kell valahogy pörgetni. Jó, ezzel rendben vagyunk. Figyeld, hogy össze akar nyomni, de menjünk tovább. Hoppá! Na, végre! Szerezzük meg megint a kék golyókat, gyerünk, akkor ezt tegyük is meg. Hoppá, jó. Ezzel rendben, itt egyenesen, itt van egy egyenes, de mondjuk ebben van egy fordulós, tehát így fordulunk ki. Itt már azért oda kell figyelni, hogy mennek. Itt csak egyet tudtam, és ez visszaküldött. Jó, hát köszi, legalább nem küldött haza, az a lényeg. Várjál, ez rendben, még 67, az elég sok, de hát ha így működik. Ezt elrontottam! Viccen kívül, ami ott van belül ezeknek a pattogós csillagok között, az a kék, azt hogy kell megszerezni, mert itt pattogós a kettő között, de ott belül nem lehet se jobbról, se balról, mi van azzal az egyel? Mármint, ezt így nem tudtam megcsinálni, úgyhogy maradtam a 3 emeráldnál. Na de attól még mehetünk tovább a Marble Garden Zone, azt mondja, hogy is, akkor itt most mi újság van? Itt csak ennyi volt, jó, de akkor nekem... Attól még valamit csak... Wow! Arra nem is volt szó, hogy az akkor pattogós, hogyha olyan ellenfél. Na várjál, akkor azt győzzük le valahogy. Vagy lehet, hogy nem kell legyőzni, hanem fel kell pattani róla. Ja, ott volt alatta. Oké. Na itt kijutottunk, akkor fentről nézzük, akkor azt az Eggman már nem jön, vagy hogy van. Érdekes kis figura volt, először támadott egyet, aztán most már sehol sincs. Jó, ez az. De lelökött róla ez a kis mitugrászos. Itt ezt pörgessük be, mit hoz létre. Gondolom itt balról valami platformokat. Jaja, hogy itt fentebb mászunk. Hoppá, de a szurókás, vigyázz azzal a kivivel.
ott fölfelé, ebbe én kapaszkodjak bele, vagy jó, jó, és akkor a következő, abba kapaszkodj bele, jó, következő pattogás, szép, szép, így lesz a jó, a checkponttal együtt, oké, okay. És akkor lespirálozunk, pörgés, hurok, még egy spirál, ebbe balra akar vinni minket, hát vigyen akkor, elég érdekes összetett ez a pálya. Itt mi van most? Ezt nem lehet betörni, akkor ez csak eddig vitt minket. Ja, vagy itt föl! Ez a legőrjítőbb, amikor ilyen sebezhetetlenséged van valamilyen játékban, és várni kell a platformokra, az nem ilyen? Jó, de sikerült megcsinálni a platformozgatást. Hoppa, ott... Várjál, itt jobbra. Ott mi volt ott? Semmi nem volt, Halo játék. Ó, még egy ilyen? Egy ilyen már volt, nem? Hogy ezeket le kellett így győzni és leesni. Itt jobbra menjek, hát itt melyik jobbra? Hát még jobbra gondolsz, te sokám, hát ott most mi van? Jó, várjál, ott lesz a tüzes. Tehát akkor innen fel kell nekem venni azt is. Jó, várjál, várjunk meg. Támadjuk, csak el ne vegye azt a... Várjál, olyan a... Te, mikor leő, vagy mi van ezzel? Na, jössz vagy annyi? Akkor felnyílott ez, és így tudunk, szerintem így tudjuk azt kiütni. Jaja. Így tudunk tovább haladni. Nem igaz! A szöcske minden itt! Pedig én szeretem azokat a zöld ellenfeleket, de most úgy elvették azt a tüzességemet, hogy most nem örülök nekik. De három is volt ott egymás után, lehet be kellett volna pörögni, és akkor úgy haladni. Jó, itt balra mutatja, hogy arra emelkedjünk. Jó, felőlem. Ajaj, de ott volt egy forgóakadály. Azt mondja, akkor emelkedek itt. Nézzünk szét. Itt nem lesz még. Jó, balra felé. Várj, akkor emelkedjünk. Jó, balra. Ez az. Itt le lehet ugorni, vagy? Hát le! Jól van, figurám. Van megint a zöldike. Nagy egy checkpontot. Amúgy ez megint egy nagyon hosszú. Nem itt kell áttörni, vagy mi van? Ja, ide kell, ne mondd már, hogy ide kell az a... ideig el kell hozni. Vagy lehet, hogy máshogy, vagy nem úgy kell. Azt hittem el kell hozni azt a platformot, amivel úgy mehetünk. De nem, ezek szerint nem. Vagy lehet az egy másik út itt, meg akkor itt van ez az út. Jó, hát nekem jó, így is. Ó, főleg, hogy itt van nekünk ez. Jó, itt is egy checkpoint, itt akkor ezt nyissuk ki. Tűzzel átmegyünk. Ho, Eggman, mi újság van? Küldi már is a támadásokat. Jó, figyeljünk. Hol fog feljönni, vagy mit akar túrni? Menjünk tovább, ez a cél. Menjünk akkor, nyomjuk továbbja. Ez megint csak egy ilyen kicsi volt? Egyszer találkozok vele és annyi? Nem akar ezt támadni senki? Vagy mi van itt ezzel az Eggmannel? Hát nem igaz, hogy ez nem akar szembeszállni velem, csak mindig egy kicsit előjön. Ez kevés... Ó, el is veszítettem! De gyorsan kell menni, mert ránk záródik ez az egész. Várjál, arra nem lehet ráugolni. Ho! Na várjál, ez itt most pont jó irányba halad. Ide fel a checkpointra. Jó, merre? Ebbe az irány. Wow, na szevasztok, kis pattogás! Az befigyelt, akkor itt ezt indítjuk el. Jó, aztán hoppá, vigyázz, az ellenfél, erre föl. Na, hol lesz a... Hányszor kell még megtalálni? Hát már 7 perc... Jó, szerintem már itt van. Aha, érkezik. Na gyere, csak elej, már is küldöm egy támadást. A másodikkal mi volt a baj? Ezt magyar... Ho, hova föl? Mit csináljak veled? Most én leestem, vagy télsz elmegyek? Vagy mi van ilyenkor? Hogy ugorjak? Ja, itt vagyok lent, legalul. Gyerünk! Ó, fogjál, ez az! Télsz, fel fog emelni engem! Jól, fasz, de komoly vagy, figurám! Ó, bocsi! Gyerünk, télsz, ez igen! Ó, nem! Várja, alulról jön egy támadás, én meg... Kapaszkodjunk télsz kezébe újra! Jó, elmenekül! Ott jön oldalról, ugorjunk rá! Gyerünk, kapaszkodjunk! Jó, de jó! Hát ez tetszik. Ez nagyon király szerintem. Ó, kétszer is, gyere, kapa, hol vagy? Emelj föl, vigye. Ez nagyon király szerintem. Ó, ne! Jó, sikerült, szétszedtük. És akkor tényleg gyerünk, vigyék. Ott meg szabadítsuk ki az állatokat, így néha a csibék madarak. És így jutottunk. Ez a játék! Hát ez nekem nagyon tetszik, ez igen. Na és innen megyünk tovább, már este van, sőt, másnapra Carnival Night, megérkezünk valami karneválba. Az a zene lesz? De, ó, Lufik, az igen, jó van. Csak nekem nehogy azzal legyen valami platformerkedés, hogy ott
ugrálni a Luffy-kon, mert az nem lesz egyszerű szerintem, de... hát ez király, ez nagyon... Okay. Már is megtetszett, oda vissza akartam menni még továbbiakért, sajnos nem jött össze, semmi... Okay. Itt is, oda ugorjunk, várjál, akkor innen ugorjunk át, oda, ez lesz, nem igaz, várjál, akkor megyünk lent. Megyünk lent, azok ott mik voltak, csű, ez a zene is, elég modernes beütése is van, amúgy, várjál, ez kilövi, az ágyú kilövés, hoppá, akkor föl, vagy várjál, melyik irányba kell, azt mondja, hát nem arra, nem mondjuk új, abba az irányba fölküld, ez a cél, ez volt, jó, ez is jó, de jó irányba megy, hát ott lezáraudott, de vissza lejövök, nekem ez nem stimmel, mert akkor megint, ó, hogy ezzel lehet tovább kell valahol, ja, vagy ha nem vagyok rajta, fölfelé visz, ja, akkor ezen így ugrándozni kell, gondolom én kicsiket, és akkor megyünk föntebb és föntebb, jó, feljutottam, na te nekem nem vagy, nem, aha, az a denevér figura, hopszi, jó, ez visszaküld, hát akkor küldjem vissza rendesen, ebbe az irányba, na mondom, még egyszer, ebbe az irányba, szuper, ez az, cipőkeimmel fussunk gyorsan, ahogy csak bírunk, ó, de a... nézd meg, ők nem fognak engedni, pedig muszáj lesz valahogy karniválozni, az mi volt az ágyugolyós figura, kár érte, várj, szerintem erre a platformra, és akkor úgy ide, jó, fú, hát ezt is elég követni, ez is úgy fel van töltve össze-visszával, hogy merre megyünk, jó, de legalább ezeket a platformokat is megismerjük, hoppá, ott mi van ideben, milyen titok van, okay. Reméljük ez akkor barátságosabb lesz, de itt hol vannak a kékek, valamint, hogy itt sincs kék, itt... Most be vagyunk zárva, csak pirosak és... De nem hiszem el, hát akkor hogy lehet ezt? Ezeknél nem lehet átmenni, hanem csak tolatózni, de tolatni ki akar? Hát ez nem, ez így... Nem igaz, hogy... Te jó, még lehet ugorni, én nem... Hát így egy jó nagy noob lettem, mert az előbb is akkor megszerezhettem volna. Hát ez most nagy szégyen, de... Ja, nem gondoltam arra, hogy itt is lehet ugorni. Hát ez most már így maradt akkor, ez most már így maradt, kiderül, ez most már videóban lett rögzítve. Én nem értek a platformer játékokhoz, mert nem használtam az ugrásnak a gombját. Itt a Sonicos Special Stage-ben, nem gondoltam. Jó, sikerült, okay. Hát akkor az ugrás... Hú, de akkor már meg lehetett volna még egy előző is. Áj, hát ez most már így sikerült, ez most már így sikerült, mit mondjak erre? Nem baj, a lényeg az, hogy ezt a körkörözőt ismerjük meg, és innen ugorjunk tovább. Jó, a checkpoint. És akkor itt le a... Milyen csőrendszer? Hú, azt a mindenit. Itt is patogó. Az igen, oda be akart engem vinni a szurókába, de nem sikerült neki, jó, ebbe az irányba tovább, oké, és jó sok minden el van itt rejtve, várjál, innen fel kell pattogni oda felülre, szerintem az, aha, jó, oké, jó, itt meg fel erről, jó, oké, hát a Luffy-kat is kell használni, hogy azzal felküldjen, jó, az ellenfél ott. Itt van még egy ágyugolyó lövős, jó, és akkor futhatunk. Hát ez elég, ez mindegyik pálya most már ilyen lesz, alig lehet követni, vagy hogy van ez, megyünk lefelé. Trouble? Vagy mit kiáltott az ott Szuróka, az oldalalja, de ott felül, vagy ilyenkor kell támadni? Nem, mert akkor meg elektromos támadással van. Akkor mit kell itt tenni, hogy, ja, az visszapattog rá, szerintem. Az előbb, vagy csak télsz sebezte meg, vagy erre kell ráugornom, vagy nézzük, visszamegy rá és sebzi. Szerintem akkor csak ki kell várni igazából, hogy végig leszedje nekem az utat, hogy le tudjak tényleg menni teljesen. Vagy vissza is lehet lökni, mert télsz rajta lökött egyet egyébként, de ajaj, gyűrűkén gyere, az egyetlen egy gyűrű, jöhet. Hanem mindjárt már ott megvan a kiút, itt szerintem. Gyere ide, oda sebzés. Ott ezt visszaszedte, köszi, mert oda le tudok esni, de az halál! Nem erről volt szó, hogy az halál, úgyhogy na menjünk aztán sebzéseket vigyük be, hát
felülről nem lehet, oldalról, vagy valahogy rá kellene irányítani akkor ezt a kis figurát, azt valahogy úgy rá, ja, hogy nyitva van, és akkor hát, ha neki megy, ja, aha, tehát ki kell nyitni ezt az elektromos csapdáját, és akkor kb. Magától ráugrik, és akkor így győzzük le, amivel pedig, a minden igaz, hát hol van a, meddig lemegyünk teljesen, megérkezünk, és akkor így mehetünk bizony. Kész az első pálya, és ahogy megszokhattuk, innen már is folytatódik a második pálya. Hát az, hogy minek tetszik nekem ennyire, az remélem ti is így éreztek ezzel, így ahogy követtétek a Sonicokat. Akkor ti is ezt mondjátok, egyetértetek, mert nekem ez nagyon tetszik. Meg hogy közben Knuckles is érkezik, szerintem az is nagyon király, nekem az is nagyon tetszik. Na várjál, itt hogy lehetne fentebb menni, vagy mit élő legyek, erre felugorni, vele oda felugorni éppen. Aztán itt mit csináljak? Ne, a visszaszámlálást ne csináljad! Mert arról még nincs szó, hát hogy... Ja. Jó. Nem gondoltam, hogy ilyen alacsony a vízszint, tehát hogy az ilyen hamar csak felugrok, aztán kijövök, ezt nem gondoltam. Szóval megpróbáltam, aztán csak jó lett. Ide fel, jó. Húha, szurókás. Itt alatt gyorsan tovább. Vagy visszahoz. Ja nem, ezzel kell följutni. Feljutottunk, aztán... Aha, itt lesz az. Szerintem majd itt kell a lufikkal úgy fel... Vagy nem, az ágyúval inkább így. Na még egyszer. Ágyúval mondjuk így kilőni. Aztán feljutottunk bizony. Hoppó, hop. Vigyázz, az a lufikat kell kihasználni. Ó, az milyen ellenfél az. Nézzük. Jó van akkor! Ennyit erről, meg a... Hát, ilyet csinálom. De ott le, vissza felküld, ezt milyen magasra viszel fel? Hát nézzem. Na, várj, akkor hogy csináljam? Le, aztán föl velem. Le, és föl, aztán le, föl! Ez az, de közben mozognod kell a játékhoz egy... De akkor működik, ma majdnem ott vagyok amúgy. Jó, sikerült feljutni, és akkor megvan a tűzokádás, de hogy onnan fentebb, hogy azt nem tudom. Talán lefelé le fog vinni, várjál, akkor így puff le, de nem visz le. Akkor csak fentebb kell kilövetni magamat valahogy, várjál, mindjárt meg lesz, mindjárt. Aha. Itt, hát oda felugorni, nem? Itt balra be tudok, ho. Ja, itt van egy, hát legalább ez is valami. 128 kék golyó összeszedése, gyerünk, indulhat. De mondjuk akkor úgy lezártam. Ajjaj, így bezártam magam. Át lehet ugorni annyit? Jó, annyit át lehet ugorni. Szerencsére. Egyre nehezebbek amúgy, tényleg amúgy, oda kell figyelni. Jó, aztán így megvan. Tehát én 4-es éve voltak elhelyező, és akkor 2-2, 2-2. Így pedig sikerült teljesíteni ezt is. Megvan, a piros, jól néz ki. Ez az. Mennyi van még a játékban? Lehet, akkor sikerül megszerezni mindent, de... Azt tudom, hanyadik zóna, vagy hogy állunk, mint állunk, de... Oh. De akkor kezdjünk el nézelődni valamerre, hát hogy is menjünk akkor ide, egy balra fele, vagy hogy van ez? Ja, várjál! A föl meg a... Ja, föl és le! Föl és le! Ezeket tartom rajta! Nem csinálok semmi ugrást, hanem a föl meg a le! Hát ez nem igaz, ne haragudjatok már, de hát ez elég bonyolult... Nem tudom, hogy bonyolult volt-e, de semmi instrukcióval... Hogy a macska rúgja meg akkor ezeket a borítókat, vagy mik ezek, hogy... Na, háj, most már ne lökjél le, maradjon meg nekem ez! Na, Knuckles! Mi van veled, Knuckles? Mit röhögsz? Itt van nálam a szupererő! Benyomott valami gombot, aztán megint elmenekült, hogy az a... Na és el is tűnt már nekem a szépséges képességem, na várjál, ezzel patintsuk magunkat ide, jó, a Bibi és a Bubi, jó, mehetünk a víz alá, jó, víz alatt elég jó, hogy buboréka, várj, ezt le kellene törni, vagy ez a mi újság, aha, oké, lentebb, itt ebbe az irányba esetleg, úgy bizony, jó, tovább le, ó, abban van levegői buborék, az, hoppá, a vízszint, várjál, akkor mi újság a vízszinttel itt most jelenleg, ez hogy kitette, mit tette, várjál már meg egy kicsit, innen is le kellene jutni valahogy, jó, beesteledett, figyeld, ez komoly. Ez elég érdekes, jó, tetszik. Na várj, itt megint föl, meg le. Hát ez nem hiszem el, hogy ez... Na várj, föl. Ott lesz lent egy élet, akkor ott leugrok. Jó, azt elkérem. És akkor utána mehetek itt vissza ki. Tovább jobbra, vagy várjál, itt az összenyom, vagy...
arra kellene ráugorni. Na várják, hogy gyere csak. És akkor Knuckles most akkor kivel van, vagy hogy van itt, vagy mi újság van vele, de azt láttam, hogy akkor kiütötte Super Sonicot, és akkor elvitte az emeráldokat, de úgy Eggman-nel, vagy Eggman ellen. Na erre még kíváncsi vagyok, hogy ez hogy lesz. De reméljük nem sokára, akkor ezt megtudhatjuk. Na várjál. Hogy van ez, hogy van? Ja, ebbe az irányba tovább. Jó, pattogok innen fel. Áj, az a... Ó, de itt van mondjuk egy ilyen... Jó, ez is jó, dupla ugrásos. Ezt elfogadom, elkérem, és így megyek tovább. Szép kis menet. Erre itt tovább kellett volna? Aha, tovább bizony. Ajjaj, nem, erről a következőre. Arra miért nem tapadtál rá? Hello Sonic! Na még egyszer nézzük meg azt az állást. Így, milyen dupla ugrásra. Hát anélkül is meg lehet szerintem valahogy csinálni, de így azért egyszerűbb a dolog, úgy érzem. Na már jelölt nem kellene, hogy elvedd. Jó, nem ebbe az irányba kell, hanem a másik irányba. Így, aztán megint tovább. Jó, föntebb. Hát, még várni kellett volna. Akkor, jó, és akkor itt volt a nyomógomb, visszakapcsoltuk a... Ja, csak lenyomta az áramot, Knuckles akkor. Oké, hogy sötét legyen. Na persze, hát ilyen trükköket azt tud csinálni. Bezeg kávét azt nem tud csinálni. Nem mint a nagy kávés lennék, de tehát elfogadok tőle. Na megint akkor le és fel. Azt hittem, hogy ugrálgatni kell rajta, de nem. Hát ilyet, ez érdekes, hogy semmi instrukció, csak nyomjad neki, mi? Hát igen, így megy ez az ilyen régi játékokban, nem is volt instrukció, hát miről beszélsz? Mi az, hogy instrukció? Játszad, ott van azt. Nyomkodjad meg, gyere rá, értsd meg, próbálkozz, aztán akkor így ezért maradt meg sokaknak az első néhány pálya ugye játékból, mert mindig újra kellett kezdeni, és akkor úgy mindig az jutott eszükbe. Nekem is legalábbis van néhány ilyen élményem az első pályákról. Hát igen, ez volt a szépsége az ilyen régebbi játékoknak. Mert amúgy végigjátszva nem is tűnik olyan hosszúnak, de valójában, hogyha tényleg végig megyünk rajta, úgyhogy mindig újra kezdjük, ahogy így tanuljuk a játékot, úgy azért sokkal, de sokkal hosszabb, szóval, ja, hova küld, milyen messzire, megint küld, figyeld, hoppá, Knuckles-szel szembe, megint nyomkodjad a gombot, hát nem igaz, Knuckles, és elszalad, én meg mehetek vissza, hova kerülök, felvisz ide a time, elkezdett villogni 9 perc, mi újság van, hát Eggman, én megyek, legyőzöm, ha tudom, de mit csináljak, time, jaj, lehet, hogy a 10 perc, ajaj, várjál, gyorsan, te azt nyomjad neki, te is, nincs idő mellébeszédre, gyerünk, üssed, vágjad, támad, a gyűrűt vegyél fel, ho, jó, sikerült legyőzni, sikerült ott ráugrani még éppen, és akkor 9-23, fú, na jó, túljutottunk akkor ezen a karniválon, na hogyan tovább, innen akkor Knuckles, vagy valaki, vagy mi, nem is írt semmit, most akkor mi van ezzel, hova lövjem ki magamat, lövöm így jobbra, írem, fölfelé kell, akkor fölfelé, teljesen föl, aztán vissza lejövő. Jó, megint. Ice Cap Zone! Megyünk akkor a jége... Mit csinálsz? Sonic! Erre nem volt szó, hogy ilyet is tudsz! Oké, vagy elugrani. Jó, nézzük, merre. Oké, Jó, tetszik. Hoppá, neki mentünk a falnak. Leesik. Wow, a lavina is. Nem semmi. Mi folyik itt? Ez de király! Ez király! Ho, lassan, várjál csak! De jó ez a kis Ice Cap Zone, a jeges világ, tényleg! Erről még nem nagyon volt szó így a Sonic játékban, vagyis nem rémlik, de örülök, hogy akkor ezt is elértük. Jó, hoppá, ez egy nyomógomb, akkor ezt indítjuk be, és akkor csúszunk le. Oké, mehetünk ebbe az irányba, jó, néhány ellenfél ott volt. Hoppó, várjál, jó, azaz! Tóld végig, gyerünk így nyomás tovább, összenyom az is, azt hittem, ezt szedjük szét és tovább. Hú, ez beindította újra akkor a sebességet a játékba, vagyis nem mintha eddig nem lett volna, csak a követhető sebességet, mert azért az előzőek azért hát nehezebben voltak követhetőek.
de a lényeg, hogy hoppa, itt nem vitt eléggé föl, tehát akkor nézzük meg még egyszer ezzel, hogy kell leugrottam innen, akkor ezzel most hogy működik, hogy vagy innen neki kell úgy menni. Jó, még egyszer, úgy, és innen fel, nem bír. Lehet akkor innen erről a széléről kellene neki indulni, és akkor úgy, az bizony, az lesz az, na várja, gyere vissza, ez jó volt. Innen pedig felugrok ide, ez törhető, az nem törhető, hát akkor megyek így ebbe az irányba, várja, akkor onnan így kilököm, ez fölmászás, az leesik, komoly, nagyon komoly. Voltak azok a hordók, akkor most itt vannak ezek a, hát azok a szuraukák egyrészt, meg akkor itt ezek az ilyen platformok, amik a sebességünkkel löködnek meg. Mindegyik zónában van valami kis extra kis szeretet bele. Várjál, hát ez most, hogy jó, mondtam vissza, ez az. Tetszik, csúszka, oké, na ebből ezt elkérem. Ott az leesik, ami platformot hoz létre. Jó, ha. Ó, mi be is tud fagyni? Na, gyerünk, Sonic, gyerünk elő. Vigyázzunk akkor, hogy fagyasztja. Jó, itt lesz a checkpoint, jó. És ezzel mit kellene csinálni? Ezzel lehet valamit, ki kell ebből ütni, vagy hogy van ez? Mert ez szerintem egy olyan platform, amit úgy használtunk korábban, csak be van úgy fagyva, szóval. Hát ja, azt úgy még akkor nem tudom használni, sajnos vagy nem sajnos, szerintem akkor azt még nem. Ó, de meg lehet tolni, várjál. Megtoltam ebbe az irányba, ez most így jó, vagy nem jó? Lehet a másik irányba lefelé kell, hogy ez most kitörjön itt valamit. Mert úgy érzem, hogy ismétlődik, már megint ilyen volt a Sonic 2-ben, hogy ismétlődik a dolog. Tehát akkor itt eljövök itt így ebbe az irányba. Aztán, hol, most jól ugoltam? Nem, most visszakiugoltam, mert a csúszda az itt ment le, ott nem kellett volna még ugorni. Itt lesz a feljövetel, és akkor itt van nekem, amit meg kell akkor tolni ebből az irányból. Jó, elindul a szánkó, én rajta vagyok. Figyeld, kapaszkodj, Sonic, gyerünk, ho. Hello, játék! Mi is? Hova vittél? Most mi van itt? Hát ez nem erről volt szó, de köszi, akkor így eljutottam oda, ahova kellett szerintem. Vagyis hát mondjuk inkább úgy, hogy remélem. Igazából nem nagyon tudom, mert tényleg az ismétlődés benne volt a pályába, hogy ott, de hát várja. Azt mondja, ide kijövök, és itt akkor ezt megindítom, oda föl, az ott lelökött a semmibe. Ne szórakozz, még egy kör kell mennem. Tehát akkor itt vigyázva, mert ott az le akar engem lökni, várjál, de nem! Itt akkor mondjuk indítsam meg, és ugrani kellett volna még. Vagy elég csak így neki indul, az úgy nem. Na, csak sikerült felugorni, azt mondja így ebbe az irányba, itt ez abba az irányba küld fölfelé, hoppá, várjál, akkor őt is elindítjuk. Felmászunk mi itt, ameddig csak kell, szépen, és ott, hoppá, várjál, a fagyasztókát nem használjuk. Ezt viszont igen. Ho! Jaj, össze ne nyomjon engem más is. Nézzük. Jó, még egy checkpoint, és ez hova? Várjál, innen. Kivitt minket az Ice Cap Zone. Nézd csak a Ho, mi újság? Ki újság az, mit támad? Mondja, fagyasztás, aztán... Wow, nem. Ez ismerős a Sonic 2-ből, vagy melyikben volt egy ilyesmi, hogy így de kell egyeznie őket valahogy. Az ilyen kicsi Eggmanek voltak, vagy mi volt vele. Jó. Még egy támadás belefér? Hát nem értem el odáig sajnos. Hát hogyha csak akkor lehet sebezni, akkor elég lassú lesz. Mármint, hogy így csak ekkor lehet sebezni rajta egyet ráadásul. Mert a következőre már fentebb megy. Tehát csak egyet tudok sebezni rajta, ami elég kevés. Ilyenkor szerintem nem tudom sebezni. Én úgy gondolom, hogy az nem működik. Na gyerünk, küld el őket, hadd menjenek. Gyerünk, küldjed, aztán így a harmadik. Ott lehet úgy kettőt, ha elég gyors vagyok. Tehát akkor itt várom, ahogy elmennek a védelmi pontjai, és akkor így támadom egymás után. Ez így egész jó. Ja, még nem mehetek tovább, mert most jött le a pálya vége. Így vagyunk kész az elsővel. És akkor folytatjuk az Act 2-val, a második pálya itt nekünk. Hadd szóljon, akkor gyerünk! Oké, föl. Aztán, na már is másképpen néz ki, hogy a háttér megváltozott. Kijöttünk a felszínre, és így nyomatjuk neki hurkokon és a sebességgel. Hát az Sonic! Nagyon jó szerintem ez. Igen. Hoppá, mi újság van itt? Oké, egy finom kis élet.
aztán innen... Fó, még a havat is ellapátolja, figyeld, de komoly volt. Azt tetszett. Megyünk le újra a mélységekbe. Oké, okay, felőlem mehetünk, de ez itt micsoda? Ez itt mi a középre megyek? Wow, ez is ilyen trükköző is lesz, hogy ja, le meg fel, vagy itt ugrani is kell, mert itt már le, most föntem. Jó, és vissza föl a felszínre, ez tetszik. Tetszik bizony, de csak az össze nem nyomja. Okkalhat rossz irányba ugoltam. Jó, jó, jó. Megint itt voltak. Á, ez az rossz volt az a ugrásom. És nézd meg, ó, azt hittem bele, várjál, ez az Eggman figura. De most mi? Csak a lilára lehet ráugorni, tehát erre figyelni kell, hogy akkor melyiknél tapadunk meg. A lilán lehet állni, és akkor úgy tudjuk magunkat fellökni, idáig is akár. Aztán, ó, persze, hogy bele a pingvinbe. Rá, várjál, itt melyik irányba kell lesz jól fellökni magunkat, várjál, csak ott, ja semmelyik irányba, mert így pont egy hídra lök fel minket, ami pont kapóra jön, és akkor egy checkpoint után, itt látom középen, ez az, itt van valami, oké, a titok, egy újabb kis különleges kívásnak, akkor szerezzük meg itt is 60 darab, azt mondja, nézzük, itt van egy 4-es, akkor ezt szerezzük meg, aztán itt keresztül kell lenni végig, hát remélem nem zártam le ott dolgokat, amik korábban lettek volna ott, mert így kettőt át tudok ugorni, még az rendben van, de többet nem. De itt szerintem beugrok így, aztán itt ezeket, jó, 41, jó, jó, hó, zapatogóssal vigyázz, ezt ugorj be, jó, aztán körbekerítjük, úgy lesz körbekerítve, hogy itt, és akkor ezzel meg is volna. Következő 4-esről van itt szó, de visszafordulok, mert ott láttam még kékeket, csak ezt át kell akkor ugorni így át. Jó, megvan. Oké, megvolt ez is. Egyébként, hogyha körbekerítünk egy kéket, akkor az átváltozik ilyen gyűrűké. Ezt vettem még észre. Megvan, akkor 2-4-6 darab. Fú, mi van velem? Let's go! Ice Cap Zone Act 2, na gyerünk, nyomjuk, akkor tovább nézzük ezt a nyomógombot, és akkor haladjunk tovább, még egy nyomógomb, még egy, na jó, tovább már nem, akkor jobb, az jobb, és már is az Eggman támadás, úgy tűnik alulról nincs tőlem indulás, de hogyha én felállok mondjuk erre, jó, akkor ez nem jó. Csak innen kell, csak onnan kell, csak ki kell számolni, hogy melyik irányból támad. Tehát úgy van, hogy bal, fent és jobb, bal, fent, vagy nem úgy van, akkor nem úgy van, hanem várj, még egyszer. Tehát akkor még egyszer az, hogy bal, fent, jobb, és fent és bal, vagy nem, fent kétszer, vagy ez randomra megy, akkor menjünk, télsz, gyerünk, tehát gyűjtsed, jó van, ennyi volt, nem kell itt foglalkozni semmivel és senkivel, csak Eggmannel győzzük le, még mindig itt vagy, hát mi van veled, pöfékelsz itt, jól van, legyőztük szépen, és kiszabadítottuk az újabb kis állatokat. Boom shakalaka! Mehetünk, és akkor tovább, akkor Launch Base Zone 1. Jó, Launch Base Zone, nézzük meg a... Wow, az milyen jelzés volt? Az valami riadót benyomta a Launch Base... Mögöttem ott mi van? Az ott mi a valami, milyen nagy bázis van, ott figyeld, amit építettek, az a tojás, az eggmenes, az eggbot, vagy valami egges. Ó, kis kroki, ó, kis béka, hogy ott volt. Az igen. Jó, sikerült megszerezni, ennek eléggé örülök, nem kellene elveszíteni, hanem ezt jól meg kellene tartani. Ez felvisz, levisz, merre megyünk, vagy nekem kell jelezni? Nem, a lift majd visz egészen idáig, ki is rakott, az a platform eléggé nagyot csap, na várjál akkor így tovább. Ez micsoda? Ha nézzem, ez hogy visz? Visz magától, föl, óha. És el is veszítettem, hogy ez a... Itt lesz a gyűrű, még egy gyűrű kellene, és akkor jönne össze az a bizonyos 7 Chaos Emerald, és akkor Supersonic, az egész jó lenne ezt szedni. Hogy azt hogy gondolja? Várjál csak, amikor kinyílik, akkor támadjuk. Jó, oké. Itt akkor balra lehet csak menni. Ja, biztos ez volt, hogy aha, jó, oké. És várjál, ide lent nem volt itt szélem esetleg? Oké, szélem. Most már figyelni kell.
most már figyelni kell mindenre, hogy meglegyenek a dolgok. A Hydro City-be szereztem volna még egyet, akkor jó van már, hova lökött? Akkor jó lett volna még, tehát egyet még, hogyha ott tudom, hogy úgy át lehet ugorni, akkor ma meg is lenne, és most is a Super Sonic-a. Hát, ezt jól elnéztem akkor, na semmi gond szerintem. Jó, már az is jó, hogy eljutottam legalább így idáig, mert a végigjátszás amúgy is a cél. Eljutottam egy ilyen pontra, jó, az mondjuk nem rossz. Akkor most már mehetünk gyorsan, egy darabig legalábbis biztosan, de hogy hova és merre fog minket beirányítani. Ó, ott pont átugoltam azt a jó kis, nem tudom jó kis, de azt tudom, hogy ott volt egy tízes támadás. Jó, megint két tízes itt van, ez egész jó. Hoppá, de itt le van zárva. Aha, a lezárásokkal ott figyelni kell, ahhoz kell nekünk, na várjál csak, nézzek szét. Kell a lezáráshoz egy olyan kis... Ó, pont felettem! Hát ilyen nem is lehet rá reagálni, hát egyből belevisz, ez így nem... Nézd meg, a rosszba visznek bele! A checkpoint is itt van, akkor biztosan jó irányba jövünk. Oké. Ott van, ott volt fent, és akkor most itt ez lenyílott, és vissza elvisz odáig? Vagy pedig megint trükközni kell nekem úgy valahogy végigjutni. Aha! Aha, jó, vigyél csak, vigyél, ez tetszik, ez jöhet. Hova löktél vissza? Mert inkább ebből kell úgy fölfelé lökjönni. Jaja, hajrá, akkor jobbra nézzük. Merre vissza az utunk. Hoppá, ó, na itt a néni már megint, akkor gyorsan haladjunk. Azaz, télsz már, télsz gyorsabb, mint én néha. Hoppá, visszaérkeztünk. De nekünk nem az kell, azt átugó. Sajnos eltalált, de végig kapaszkodva, nulla gyűrűvel. Várjál, oda ugorjunk fel, hogy legalább egyet felvegyek. Így mehetünk a lifttel. Na, a lift hova vitt, akkor most mi újság van? Hoppá, Breki. Jó, Brekinek annyi. Tovább vitt fel. Nem erre. Á, ott a kapaszkodó. Na, de ez levisz, úgyhogy az még jó. Itt van egy ilyen záróka. Akkor ezt az ajtózárót leszedjük. Jó, aztán itt meg ez lefelé is le tud vinni? Nem csak föl, checkpoint, ez az. Jól megyünk szerintem, egész jó. Fellök oldalra még egy pörgés, és aztán hogy állunk? Be az épületbe, ahol... Aha, jó, van, látszik. Eggman! Ott volt Eggman! Mert akkor itt most már nem lesz miniboss, vagy hogy mi újság van Eggman, most már ő maga próbálkozik, akkor... Na köz itt van, dob egy gránátot, puf, alattunk, akkor felrobban minden és leesik. Úgy röhög mindig, mintha... Ho, most hova megy, Micsi? Ajajajaj, nekem nem dobbi. Ó, szépen ez így leborul, hát akkor arra nem megyünk, hanem csak jobbra, igaz? Itt egy checkpoint, jó, ha, mi újság van, ki van ide bent? Ott van Eggman, azaz támad. Támadtuk kétszer, de milyen abból ki? Mi az a forgalóka? Állj meg, vagy utána támadunk rá egyet. Állj meg támadásba, utána megyünk rá egyet. Az lesz az, meg is van a taktika. Három támadás, de még nincs vége. Gyerünk, egy gyűrűt kap fel. El kell bújni először. Most támad, alulról támadtam, ahol tüskés volt, ezért az helytelen. Most egy támadás, megint hármat kell szerintem arra, hogy legyőzzük. Felül és alul áll meg ez a forgókar, így meg vagyunk. Na remélem akkor... Ja igen, itt a pálya vége. Fú, hát akkor a launch base-ből még egy pálya van, hogyha minden igaz. Remélem akkor valahogy nézzünk szét, találjunk még egy gyűrűt, verem visszafelé egyből indulni, nem? Hát akkor úgy jó szét kell nézni. Várjál. Ebbe az irányba, itt a falon. Így szoktam én végignézni a dolgokat, szépen végig pásztázni ott úgy egyik oldalt, meg a másik oldalt végig a falon, és akkor hátra találok úgy valamit. Ho, ott nem néztem végig. Amúgy is szoktak ilyenek lenni, hogy hamar ellök, és akkor az olyan dolog, ha ott egy cső, az bemehető ebbe a cső? Be lehet menni vele. Nem igaz, hogy itt van. Let's go, mondtam, csak bal oldalt végig pásztázzuk, és akkor utána meg lehet találni azt, amire nekünk szükségünk van. Ez ismerős, ez az összeállítás, ami itt volt. Lehet, hogy ezekkel lesz most tele, vagy hogy lesz tele. Nézzük a következő összeállítást, megint egy karikát hozunk létre, abban pedig akkor gyűrűk lesznek. Jó, 85 azért az elég sok. Itt ez az át... Ez ugyanaz, mint volt! Csak nem tudtam átugorva megcsinálni.
a korábbi alkalommal. Várjál, ezt elrontottam, mert ezt is körbe kellett volna pásztázni. De mindjárt meglátjuk, azt át kell ugorni. Itt ez kört, hát ezzel nem alakítottam ki kört. Nem baj. Lényeg az, hogy az összes kéket átváltoztassuk. Jó, ha gyűrűvé, ha pirossá, az már ránk van bízva. Még 13. Ho! Siker! Na figyelj! Ha minden igaz, akkor ez volt az utolsó Chaos Emerald. Figyelj! 3 meg a 4, az összesen 7. Got all! Itt van az összes. Sonic got all Chaos Emeralds. Megvan az összes. Now Sonic can be Super Sonic! Let's go! Írtátok már valamelyik Sonic 2 végigjátszás, valamelyiknél már írtátok, hogy kétszer kell az ugrást nyomni, vagy kell az 50 gyűrű, vagy valami ilyesmit már úgy írtatok, hogy hogy lehet átváltozni, de oké, ennek örülök. Na akkor most már, akkor teljesítsük ezt a kihívást, legyünk akkor Super Sonicok, és akkor így fejezzük be. Hát akkor nem látjuk így az alapbefejezés, vagy micsodát, de a lényeg, hogy akkor ez most már tényleg egy jó kis teljes végigjátszás, ez már akkor így rendben van. Most már azt kell ezt megnézni, hogy mi az alapbefejezés ezek után szerintem. De hát így nem fog összejönni az az 50 gyűrű, hogyha annyi is kell, hogyha így megyek, de hát nem tudom merre jönnek az ellenfelek, vagy hogy vannak, vagy milyen akadályok jönnek, de ha meg lassan megyek, pedig itt a játék nagyon adná nekem a gyűrűket, hogy ügyesre legyek és menjek Super Sonicba. Na várja, oké? Figyelj, 38-ra felhúzott, az egész szép, 41, várjál itt ebbe az irány, ott még az jó lenne, várj ki a végeit, ez hova enged le, ott volt egy tüzes power up, az már egy pajzsot jelent, még hogyha nem is használom úgy ki, 44, aztán egy kilövés ebbe az irányba, és mehetünk még egy kört, mi? Jaja, akkor ez így 44, menjünk akkor tovább, de hogy löktél te? Ezt át lehet itt lökni? Át lehet? Itt van még a 47, akkor ezzel? Várjál, ha van is, nem is abban az irányban. Várjál, csak te krokinak annyi. Kell még 3 darab, akkor itt leesek. Itt is leesek, aztán gyerünk a tűztámadás, és leesek. Hol van még az a 3 gyűrű? Nézzük az ellenfeleket, hol támadózik. 1, 2, 3. Na most Super Sonic, vagy hogy hoppá, az Eggmanes támadás, az nem kellene. Akkor innen induljunk be, aztán hoppá. De hát akkor csak neki kell menni, nem baj, elveszítettem azt, de de hogy az a... Jó van akkor, most már egyék meg a Super Sonicot akkor a játék felmesztőjük, hát nem igaz. Újra kell nyomni az egész pályát, hogy meglegyen akkor megint. Ez itt leszakad, jó, az nem szakad le, az úgy lentebb ide, víz alá, na várjál, csak azt szedjük le. Ezt szerintem át lehet ütni. Jó, wow, szurókákban majdnem neki szaladtunk, mert úgy oda volt kitéve. Jó, állj, annak a tetejére mentem neki. Na jó, úgy lesz, ahogy lesz, én csak annyit tudok mondani. Várja, víz, az ott cseperő, akkor aha, kilő. Ugye nem vissza, nagyon vissza, hanem így előre küldje bizony. Ez lesz a jó. Ho, onnan a 10-es kell csak. Az Eggman monitor az nem kell nekünk. Ó, az ott milyen lézer támad. Ajajaj, na hát ez itt nem így kellett volna szerintem, hanem itt fent kellene szerintem végig haladni. Aha, ott is van egy, az szépen el is veszi, amit kell. Jó, felütöttük ezt. Innen tovább, hoppá, egy kroki. Ó, a béka inkább, azt úgy nevezzük mi nálunk. Jó, na hát ha ez a kapaszkodó is olyan jobb. Csak nem kaptam el, hát igen, ezek így szoktak történni, hogy hiába van kapaszkodó, azt én nem tudom elkapni, akkor semmit nem érünk vele. Víz alatti támadások és játszogatások egy békával együtt, úgy egy támadás neki, ezt átugorjuk, ezt hagyjuk úgy lent, ide kell lesz nekem, jó, vissza kivitt, hála az égnek ez a... Na, ebbe, miért nem ebbe az irányba küldték ki, drága egyetlenem, miért nem fogtad meg azt a kampókát, ahogy ez a... Amúgy itt tényleg sokkal hosszabbak a pályák, már nem azért, de itt is 6 perc, mire eljutottam az Eggman bossig, hogy fog támadni. Wow, várja, én innen fel tudok, aha, jó, fel tudok ugorni arról, és támadhatok egyet, támadhatok kettőt, ahogy várja, most felül jön,
Éreztem, először felüljön, aztán aluljon a támadás. Jó, jó, végig szedtem, jó, szép, szétaprítottam, annyi neki. Mi az Eggmannek a kicsi? Gyere, te azt csücs be! Most mi lesz? Hallod az a Knuckles, hoppá, várj, ez most én játszok vele, vagy, ja nem, hoppá, a Knuckles, na mi van, borús felé? Na szevasz, ennyit elő, hát akkor a főcímdala az eddig tartott, Sonic-kal megyünk tovább az Eggman-es kis tojásba. Jó, jó, hát szépen megyünk, de én irányítani nem tudok, meg nincs semmi tennivaló. Itt kiugrunk viszont, és ide be vagyunk zárva, itt pedig már is jön egy Eggman támadó oka. Fúha, tehát akkor lézer támadása jön, alulról nem támadhatom. Egy lézer támadás most jön, felugrok, jó. Tehát ki kell számítani, hogy hogy jön a támadása. Jó, most nem kell volna ugorni. Jó, de szerencsére elhibázta. Aztán lássuk következő lő egyet. Jövök, támadok. Ennyi, vagy nem. Egy szinttel kisebb lett az ő gépezete. Jó, lássuk akkor a következő támadását. Jöhet a támadás, utána támadok. Hoppá, majdnem eltalált még ott alulról. Ez az. És megvan még egy szint. Akkor most mi maradt már neki? Hát semmi, kb. Ez az össze is esett. És akkor, hogy vagy? Téged még egy pofon, még egy pofon, vagy mi van most már veled? Ez ennyi volt, úgy tűnik. De elmenekült megint, vagy? Mi az a szörnyeteg, ami itt jön? Nem, pont elveszed azt az egy kis gyűrűt? Elneved, milyen itt egy szemben támadás, meg a kezeivel el akar kapni minket, vagy hogy van ez? Odafel nem érek sajnos, lefelé akar támadni valamit? Jaja, de ott hogy az? És az idő még mindig villog, 10 perc alatt kell legyőzni? Hát nem tudom hány formája van, tehát most ez egy olyan dolog. Jó, sikerült legyőzni, még egy utolsót bevittem. 9.33, de ve, hogy mi, szétesik ez az egész? És akkor Sonic-kal leúlik, megint Tails elkapja, nem a levegőbe, vagy hogy lesz ez a bázisnak annyi. És akkor a háttérbe pedig ott zuhan le ez, amit ki akart lőni, akkor egy ilyen saját bolygó már megint. Oké, hát akkor annak annyi, az lezuhan, és akkor mi pedig... Oké, az a zene, jó volt. És akkor... Super Sonic-kal fejeződik be, és akkor így van vége, akkor... Gondolom akkor annyiban változott volna, hogy nem Super Sonic van ott a végén. Talán annyival változott volna az alap sima befejezés, de mindjárt megnézzük, csak azért megvárom a végét a stáblistának, hogy akkor most try again, vagy you're too cool szöveg van, vagy mi van kiírva nekünk. Na, nézd csak, ott van Sonic meg Tails, és akkor Sonic 3. Oké, jó. Oké, hát akkor ez akkor a teljes befejezés, hogy Super Sonic-kal fejezzük be. GG! Wow, és akkor van itt egy ilyen az adat. Várj, akkor lehet újra kezdeni a játékot? Vagy ez hogy van akkor? Ja, itt ki lehet választani melyik zónát? Újra lehet játszani? De jó! Hát ez nagyon jó, ez kellett volna. Nézzük az egyes zóna, és akkor mehetünk úgy. Hát te király! Itt az alap befejezés, hogyha nincsenek meg a Chaos Emeraldok, akkor csak Sonic van így itt. Hogyha Tails-el játsszuk végig, akkor is van egy befejezés, akkor pedig ő néz hátra, aztán hajrá, szép munka volt, ügyes voltál, és ő ugrik fel. És hogyha nem szerezted meg, akkor meg try again, így van, így Knuckles meg Eggman.